Sziasztok és üdv újrét a csatornámon! A mai videó megint egy buhol videó lesz. Tudom, hogy nem régiben volt buhol videó a csatornámon, viszont megint összegyűlt egy adagnyi könyv, amiket szeretnék nektek megmutatni, és nem szeretnék még egy olyan videót, amiben ilyen fél éves buhol lesz, mert hát az nagyon hosszú, és rengeteg könyvet kell ilyenkor megmutatnom, a vágással nagyon sokat szoktam szerencsétlenkedni, szóval innentől kezdve ilyen rövidke videók lesznek, és először is szeretnék bocsánatot kérni a hangomtól, vagy mi a hangom miatt, mert nagyon durván megfáztam egy hete, és azóta szenvedek, állandóan teákat iszok, már nagyon utálom kb. A teának az ízét, és annyit ittam az elmúlt hétben, de mindegy is, kezdjük a buchholt, 7 darab könyvet fogok nektek bemutatni a mai videóba, amik közül kettőt már láthattatok nemrégiben, ugyanis nemrég kaptam az egyik kiadótól, lesznek egyébként recenziós könyvek, illetve rendes olyan könyvek, amiket én vásároltam, nézzük is ezt a 7 könyvet. Az első két könyvről nem fogok sokat beszélni, mert nemrég volt róla unboxing videóm. A 21. század kiadó egy újítást csinált most a könyveivel kapcsolatban, és rengeteg olyan könyvet, amit már kiadtak kemény táblásban, ki fogják most adni, illetve már párat ki is adtak közülük, puha táblás verzióban, és ezekről láthattatok egy ilyen bemutató videót a csatornámon. Méghozzá Sally Rooney-tól a normális emberekről, illetve Stacy Holsttól a familiárisokról. Mindkét könyv nagyon-nagyon gyönyörű, viszont a bemutató videómban belelapozok ezekbe a könyvekbe, kicsit beszélek arról, hogy miért praktikusabbak ezek a kötetek, mint a nagy, kemény borításos változataik. Fentre kattintva egyébként megnézhetitek ezt a videót. Én nagyon szeretem ezeket a könyveket, be kell vallanom, hogy először megijedtem, hogy vajon a familiárisok milyen lesz puha táblába, mert a familiárisok a kemény, borítós, hatalmas könyvként eszméletlenül gyönyörű, de így is nagyon tetszik, és meglepődtem, hogy mennyire strapabíró, ugyanis már kettőször vittem a táskámba, és én valamiért a táskámra sose vigyázok normálisan, szóval össze-vissza így ízlődtek benne a könyvek, és semmi bajuk nincsen, szóval igazából nekem találták ki ezeket a könyveket, de hogyha fentre kattintatok, akkor a videóban több dolgot is elmondok nektek róluk, illetve meg is mutogatom őket, de ez a két könyv egyébként nagyon szép éke lesz most a könyvespolcomnak. A következő könyv nem volt recenziós kötet, viszont a második része már az volt. Ez Lynn Scavertől, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, A szívem egy bezárt bódi, amit rengeteg booktubernél és majdnem azt mondtam, hogy könyvstagrammernél, szóval bookstagrammernél láttam, hogy nagyon-nagyon szeretik és ajánlják. Ebben a kötetben kamasz monológokat olvashat az ember, és annyira gyönyörű illusztrációk vannak benne, most pont nem ott nyitottam ki nyilván, és nem is fogok most találni egyet, például ez itt, annyira gyönyörű, hogy konkrétan így kinyomtatnám az összes festményt, és így a falamra ragaszgatnám, annyira, de annyira szépek, és annyira tetszett nekem a kamasz monológok, hogy úgy döntöttem, hogy el szeretném olvasni a felnőtt monológ változatát, ami ugye a ma négy kézláb akarok járni, ezt kaptam recenzióként a Scholar kiadótól, nagyon köszönöm nekik, viszont most nem fogok részletesebben beszélni erről a könyvről, ugyanis egy másik videót tervezek majd róla csinálni, ami nem sokára fog érkezni, valószínűleg október végén fogom majd felrakni ezt a videót, de szerettem volna nektek beszélni erről a könyvről, mert szerintem eszméletlen gyönyörűek, és tényleg olyan életbölcsességek és igazságok vannak bennük, amiket így mindenki a magáinak tud érezni, igazából a kamasz monológokban is megtalálhatja magát egy felnőtt, vagy a felnőtt monológokban is megtalálhatja magát, vagy esetleg a szüleit egy kamasz, szóval igazából mindkét könyvet tudnám ajánlani mindkét korosztálynak, mert nagyon sok igazságot és nagyon sok élethelyzetet dolgoz fel ez a két könyv, szóval én nagyon-nagyon szerettem. Ezeket egyébként már olvastam is, nyilván, mivel már 3 órája erről beszélek. A következő vásárlás egy kamikaze vásárlás volt, ugyanis csak így bementem a könyvesboltba szétnézni, és amikor megláttam, úgy voltam vele, hogy jó, eljött az idő, hogy megvegyem, mert nagyon régóta nézegetem már, Edmond eszméletlen sokszor ajánlotta már a videóiban, és hát végre megvettem. Ez pedig nem más, mint Bernardine Evaristótól A lány, a nő, a többiek, ami egy eszméletlenül gyönyörű könyv, tehát így ránézel a borítóra és így csodálatos, egyszerűen nem tudok mást mondani. Nagyon-nagyon szép ez a könyv, és alig várom, hogy elkezdjem olvasni, mert hogy női sorsokat dolgoz fel, és mostanában nagyon érdekelnek a hasonló könyvek, meg szeretnék kicsit most így kiszakadni a non-fiction világából, mert jelen pillanatban Gyűrűk urát olvasok, és most nagyon jól esne egy olyan igazi, hamisítatlan,
nem is tudom, hogy hogy mondjam. Egy olyan történet, amiben nem fantasy van, hanem élő, húsvér, nőkről, emberekről szól, szóval ez szerintem egy nagyon jó kikapcsolódás lesz majd így a Gyűrűk ura után. Kettő könyv maradt már csak a listán, amit egyszer vásároltam. Az egyik online könyvesbolt, már nem emlékszem sajnos, hogy honnan vettem őket, de volt egy ilyen hatalmas nagy akciójuk, hogy fú, talán a Libri kiadós könyvek le voltak akciózva, és mondom, nyilván szét kell néznem, mert biztos találok valamit, ami nagyon-nagyon fog tetszeni. Hát a nagyon akciós könyvek között nyilván nem találtam semmit, viszont megláttam azt a könyvet, amit nagyon régóta meg szerettem volna venni, és 2500 forintért meg is tudtam vásárolni. Ez egyébként nem más, mint Donatella di Pietrantonitól a Visszaadott lány, amit már nagyon sok helyen láttam, és nagyon szerettem volna elolvasni, mert közel érzem magamhoz a történetet nagyon, és nagyon meglepődtem, mert nagyon tetszett ez a könyv. Nem voltak nagy elvárásai, megmondom őszintén, mert egy eléggé rövidke könyvről beszélünk, és nem tudtam, hogy ez alatt a rövid idő alatt át tud-e majd nekem adni valamilyen érzést, de mivel egy visszaadott lányról van szó, azért ütött ez a könyv nagyon rendesen, viszont nem szeretnék róla többet beszélni, mert nem sokára fogok majd felvenni egy olyan videót, amiben ilyen rövid, velős, tömör, de ütős könyvekről szeretnék beszélni, és ez mindenképpen benne lesz, mert nagyon-nagyon tetszett. És ha már vettem egy könyvet, akkor úgy voltam vele, hogy nem jöhetek el egyetlen egy könyvvel, és így tovább keresgéltem az oldalon, és mivel nemrég volt egy ilyen hatalmas nagy Star Wars életmű nézés az életemben, megnéztem az összes filmet, sorozatot, minden, ezért úgy voltam vele, hogy így szeretnék egy kicsit többet tudni a színészekről, ezért megvettem Carrie Fisher naplóját, a Hercegnő naplója című kötetet. Hát egy nagyon rövidke kis könyvről van szó, és a rajongók nagyon ki voltak akadva, mert hogy rengeteg szó esik a, majdnem azt mondtam, hogy Han Solo-val való kapcsolata, Jézusom. Szóval nagyon sok szó esik Harrison Fordról és a kettejük kapcsolatáról, és nem igazán erre lettek volna kíváncsi a rajongók. Hát meglátjuk, hogy ez tényleg zavaró lesz-e, vagy élvezhető lesz. Nagyon érdekel egyébként Carrie Fisher naplója, valószínűleg nagyon sokat fogok rajta sírni, tudván, hogy már nem él. A Star Wars filmeken is mindig sírtam, amikor ő jött, mert így egyszerűen így annyira cuki ez a nő. Na hát, mint látjátok, nem lett egy nagyon-nagyon hosszú videó, de igazából ez is volt vele a célom, mert nagyon jók az ilyen hosszabb bookhaulok, én szeretem őket nézni, viszont felvenni és megvágni őket szerintem nem annyira nagy élvezet, mert hatalmas nagy katyvasz van, amikor minden könyvet így idehozol, és itt van körülötted 20 000 könyv, én annyira nem szeretem, és így én jobban szeretem felvenni, szóval szeretnék most már arra törekedni, hogyha lesz egy ilyen újabb könyves vásárlásom, ilyen nagy halom, akkor azt majd így egybe bemutatni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és írjátok meg, hogy ti milyen könyveket vásároltatok mostanában, hogy ezek közül olvastátok-e valamelyiket, tetszett-e nektek, és igazából ennyi is lettem volna mára, köszönöm a figyelmet, ezt sose szoktam mondani, de mindegy, sziasztok!